jelentem az ünnepélyes állománygyűlése a berendezett személyi állomány felsorakozott. Jó napot kívánok! Elő! Egészséget! A megújult katasztrófavédelmi igazgatóság épülete először adott otthont az ünnepségnek. Szekszárdváros Flórián nap közelettével minden esztendőben átadja az év tűzoltója címet, elismerve ezzel azt a kivételes teljesítményt, melyet a szolgálat során végeznek a lánglovagok. Szekszárdváros polgármester a Szekszárdváros év tűzoltója elismerő címet adományozza Bartos László tűzoltó részére. Legyen példa többi kolléga előtt is. És hát természetesen majd a munkaidő után egy vágóról is lehet el sikerre kocsítani. Köszönöm szépen. A díj egy, azt mondom, hogy egy élet elismerését. Tehát egy 25 éve vagyok lassan tűzoltó, és ez nagyon nagyszerű elismerés, megdobogtatja az ember szívét. Közvetlen családban én vagyok az egyetlen. A tűzoltó munka szépsége az az emberek segítsége. Tehát ha segíteni az embereken bármi problémával, az nekünk egy gyönyörű érzés, hogy oda tudunk menni, és ha baj is van, vagy ég a ház, de meg tudjuk menteni felét, az már egy nagyszerű érzés, hogy segítettünk. Ács Rezső Szekszárd polgármestere elismerését fejezte ki minden tűzoltónak azért a munkáért, mely biztonságot nyújt a városban élők számára. Ehhez, mondta a polgármester, egy szakmailag és technikailag jól felkészült és ellátott tűzoltóságra van szükség. Hamarosan folytatódnak a felújítások, így a Laktanyi épület a Mikes utcában is meg fog újulni, és azt gondolom, hogy nagyon sokat fogunk tenni annak érdekében, hogy a tűzoltók a munkájukat, a munkanapjaikat megfelelő körülmények között tudják eltölteni. És az, hogy minden évben kitüntetünk egy-egy tűzoltót, ez pedig azt jelenti, hogy mindig vannak az adott évben kiválóan teljesítő, a többieknél még jobban, még magasabb szinten teljesítő tűzoltók, akik egyúttal példaképpé is válnak, és én azt gondolom, hogy az, hogyha jó feltételeket, jó egzisztenciát tudunk teremteni a tűzoltóknak, akkor biztos vagyok benne, hogy ennek a szakmának a jövője biztosított lesz, és ezek a szakemberek, akik most kitüntetést kaptak például, vagy kapnak például minden évben, ők azt a tudást, szakmai tapasztalatot, amit megszereztek, azt tovább fogják adni a fiataloknak azzal a szeretettel, amelyel ez a szakmához bárki viszonyul, aki valamikor valaha tűzoltó volt.